Lassan, de biztosan haladok a nyomtató elektronikának az építésével. Háttérben halljátok, hogy a 3D nyomtató egy TFT 35-ös kijelzőhöz nyomtató képen burkolatot. Lesz hozzá ez is, habár nem ez a végső terv, de mint mondtam, hogy ilyen is lesz. Mutatom nektek az elektronikában, hogy hol tartok eddig. Most látjátok, már itt vannak a motorvezérlők is kikészítve. Ugye az alaplapot elkezdtem bekötni, hát ugye a tápellátás az gyakorlatilag teljesen kész. Ugye a hátsó csatlakozókat kezdtem el készíteni. Itt van egy ilyen csatlakozó, ez csak a ház benne van, ugye ez egy D-Sub 25 pines csatlakozó. Ez a csatlakozó nem más lesz, mint az EXP1, EXP2, illetve a seriál portnak a kivezetése. Ez lesz például, hogyha egy TFT 35-ös kijelzőt szeretnék ide rákötni. Mégpedig lenne ugye egy ilyet fogunk erre rászerelni. Ezt kaptam egyszer az egyik nézőmtől, el volt neki törve rajta a kijelző, meg mindezt időközben, én már nem is emlékszem, hogy de ez meg lett javítva, félre lett téve, hogy ez elvileg teljesen működőképes, úgyhogy ez fogja ezt vezérelni. Nem biztos egyébként, hogy végleg benne fog maradni ez a kijelző, mert az az igazság, hogy ha a klipperesítés meg fog történni, tehát a végső megoldásban elképzelhető, hogy csak egy szimpla ilyen kijelző lesz magán a gépen. Ez is csak azért, hogy lássam, hogy az gépnek az alaplapja ugye működik rendesen, a firmware-e, és lehet, hogy csak egy ilyen lesz, mert egyszerűen utántól kezdve nincsen szükség a TFT-re, és nem kizárt, hogy ezt a vezérlőt, ezt majd valamelyik másik nyomtatómanál fogom használni. De most egyenlőre ehhez készítek ugye burkolatot. Ugye ezt mondtam is egyébként, hogy az első körben Marlinnal fogom összerakni a gépet, hogy a hardware teljesen le tudjam tesztelni, hogy biztosan a hardware teljesen rendben működik a nyomtató, és majd hogyha minden megvan, akkor utána fog a klippernek a beállítása megtörténni. Lehet, hogy most ez egy ilyen kettős dolognak tűnik, de nagyon egyszerű az oka, én a Marlinban jobban kiismerem magamat, az az igazság, és talán gyorsabban is tudok módosítgatni dolgokat, mint klipperben, tehát először mindenféleképpen azt szeretném tudni, hogy maga a hardware teljesen rendben van. Ugye ez egy teljesen negyedéleg épített gép, tehát itt azért bármi előfordulhat. Na nézzük, hogy mi történt még. Ugye itt van egy kis FET modul, látjátok, ide van fölcsavarozva. Erre nem igazából nem lenne túl sok szükség, ez azért van benne, ez a magát a hotennek a fűtését vezérli, ez a kis FET modul. Ezt elbírná az alaplap és minden további nélkül, ez csupán azért van itt belerakva, hogyha bármilyen zárlat vagy bármi történik, akkor ne az alaplapon füstöljön a FET, hanem ezen. Ilyen nagyon egyszerű, van egy ilyen leválasztást. Tettem bele, igazából volt ilyen, beleraktam, de ha nem lenne, sem volna egyébként túl nagy probléma. Amúgy minden működik most már, itt bekötöttem már a magának a tárcának a hőmérsékletérzékelőjét, illetve magát a ez az X-End Stop-nek a csatlakozó. Ez egy érdekes lesz a nyomtató, mert ez ilyen keresztbe fordított nyomtató, tehát ilyen elfordított, 90 fokban elfordított nyomtató. Tehát ami jellemzően az Y szokott lenni, itt az lesz az X, de ez most igazából ilyen szempontból megint lényegtelen. Mi fog most következni? Most a motorvezérlőket fogom berakni. Ugye ezeket a TMC-ket fogom berakni. TMC 22-26-ok fognak belemenni. Ugye itt vannak a vadonatúj motorvezérlők. Ugye ebből fog belemenni 7 darab, mivel 7 motorunk van. Ugye ez azt jelenti, hogy van nekünk egy XY motorunk, illetve van nekünk 4 darab Z motorunk, és 2 darab extruder marad, tulajdonképpen is egy extruder motor. Tehát ugye úgy fog bevenni, hogy XY. Itt valószínűleg úgy fog lenni utána majd, hogy Z1, Z2, Z3, Z4, és akkor itt lesz egy extruder 0, E0, és akkor egy üresen fog maradni. Ugye annyit kell tennem, hogy itt ezeket a jumperokat le kell nekem szedni, és itt a második jumper kell nekem csak magán az alaplapon úgy hagyni.
Tehát ugye az történik, hogy ugye ezeket a jumpereket mind innen nekem most le kell húzogatni egyesével. Hát látjátok, ez most egy ilyen sziszifuszi munka lesz. Itt ugye, mint látjátok, egyetlen egy jumper fog fönnmaradni az alaplapon. Az az egy jumper. Ez azért van, mert ugye UART-ban fog maga működni az alaplap. Tehát UART vezérléssel fog menni. Ugye ez fönnmarad, és akkor ide fog majd nekem jönni igazság szerint a motor vezérlő, amit szépen ide be fogok illeszgetni mindegyiket, ugye ez így fog ide bemenni, majd utána rá fog menni, ugye figyelni kell, mert itt ugye van máshol is csatlakozó, és ugye erre majd utána rá fogom ragasztani ezeket a hűtőbordákat ide így. És ez így fog kinézni, és ezt most én szépen fogom és telerakom bele. Elkészült teljesen a kábelezése magának az elektronikának. Hát ugye még egy-két ilyen címkézés, meg egy-két ilyen feliratozás van hátra. Hát ugye a motoroknak látjátok, ilyen színes kábelek voltak. Ide azokat a piros, zöld, fekete, kék vezetéket szerettem volna, csak nem volt nekem belőle annyi. De ezeknek egyébként is vastagabb a maga a réz húzal benne, tehát ezek elvileg nagyobb áramot bírnak ezek a vezetékek, úgyhogy ilyen nem lett megoldva. Hát látjátok, szépen mindenki van itt vezetékelve, most már az összes szenzor be van kötve, összes érzékelő, tehát igazából most már minden. Mindig ki van vezetve ide, ugye ez megy fel a magához, a fejhez, ugye a nyomtatóra. Úgyhogy igazság szerint minden kész van. Per pillanat elméletileg nem szabadna semminek, hogy hibás legyen. Nem vagy meg vagyok róla győződve, hogy biztos, hogy lesz benne olyan, ami nem jó van, vagy elkötöttem, vagy valami nem egészen úgy lesz, ahogy én gondolom. Ami még érdekes, ugye itt ez a teljesítményszabályzó potméter, mert ezt nem tudom, hogy ez hogy van bekötve. Nem tudom, melyik irányba kellett bekötni, tehát lehet, hogy ennél majd még kell irányt fordítani. De igazából ennyi. Elméletileg most már hát erre lehetne föltölteni egy firmware-t, és akkor ez elvileg működőképes lenne, de hát nyilván ahhoz, hogy ezt tudjuk próbálni, ahhoz ezt a gépet itt rendbe kell tenni. Úgyhogy most a következő az lesz, látjátok, itt egy jó nagy kupi van alatta, hát ugye ez már gyűlik itt jó ideje. Ott van fent a két kijelző hozzá, úgyhogy most az fog következni, hogy majd kijön innen ez a gép, és ugye magába, a vázba ezt az elektronikát beszerelem, oda majd oda lentre alulra, illetve elkezdem a bevezetékelését, ugye ide hátulra, a csatlakozó sávra be kell kötnem ugye az összes motortól kezdve mindent, ugye meg kell csinálnom azokat a bekötési pontokat, és ugye be kell kábelezni magát a nyomtatót, és akkor elméletileg reméljük, hogy be tudjuk majd üzemelni rövidesen most már. És mint látjátok, kikerült újra ide a munkapultomra a nyomtató. Hát nem is emlékszem rá, mikor volt, szerintem már több mint egy éve, hogy ezzel én utoljára így foglalkoztam. Már nem is, megmondom őszintén, egyáltalán nem emlékszem. Vissza kéne nézni a videókat, hogy mi volt az, amit csináltam. Szerintem itt a fejet, meg a szallagkábeleket, meg ilyesmit kötöttem be, de megmondom őszintén, nem emlékszem rá. Lényegtelen is, hogy az elektronika, mondjuk rá, hogy kész van, ezt így mondom, tehát elméletileg igen, gyakorlatilag meg majd természetesen ki fog derülni, hogy még milyen hibát vétettem benne. Na de, a következő, amit meg kell nekem oldani, az, hogy ezt a
az elektronikát, ami ugye itt van benne, ugye ezt az elektronika gépházat, ezt én valahogy tudjam rögzíteni itt a nyomtatónak az aljába. Ugye ez itt lesz alul a nyomtatóba, gyakorlatilag a tálca alatt, úgyhogy a tálca nem tud addig lemenni majd, mert alapvetően ugye magasabban van itt a motor, meg stb., mint maga az elektronika lesz. És gyakorlatilag itt ugye az a lényeg, hogy ennek ilyen segédkeretet kell készítenem, mert egyébként nem tudom sehogy máshoz hogy rögzíteni. Mindenféleképpen úgy szeretném, hogy a nyomtató előlap síkjából ne nagyon álljon ki kezelőszerv, mert ha elmegyek előtte, vagy bármilyen, akkor beleakadok, és ezt nem szeretném. Ezért már itt én előkészítettem két ilyen alumínium profilt. Ez a két alumínium profil lesz ugye úgymond az ilyen segédvált. Na most, ez olyan érdekesek egyébként, én vettem annak idén ilyet, és van is a nyomtatóban két ilyen keret. Ugye ez a 20x20-as ilyen szögletes aluprofil, nem is tudom, talán valamelyik ilyen barkácsáruházba vettem. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon jók, tehát ezek nagyon jó, merev, egy olyan 2 mm falvastagságú profilok ezek. És igazából ugye egy baj van velük, hogy ugye ebben nem tudod belerakni ugye a nútanyákat. Tehát ezt csak átmenő csavarral tudod ugye rögzíteni, vagy esetleg ugye szegecset teszel bele, és akkor azt is lehet, tehát ilyen szegecsanyával csinálod, csak ugye a szegecsanya az eltart, tehát ugye nem tudod egymáshoz húzatni, tehát ilyen megoldással lehetne esetleg ezt a dolgot. Én nem mondom, hogy ebből építsék gépházat, mert azért nem mondom, hogy kivitelezhetetlen, de elég macerás lenne. Ugye az a baj, hogy ebbe is lehetne menetet fúrni, de viszont a 2 mm falvastagság kevés ahhoz, hogy alumíniumban ezt normálisan tartson. Még egy acélkeretnél csak-csak, de ennél nem. Viszont sokkal olcsóbb, mint a bármelyik, akár a vészlott, akár ez a Bosch profil, tehát attól ez olcsóbb, könnyebb, és szerintem ugye hajlásra én merem állítani, mivel ez egy teljesen úgymond csőprofil, merem állítani, hogy szerintem van olyan, mint bármelyik ilyen, ha nem jobb. És egyébként én ezeken gondolkoztam azon is, hogy például ilyenből készítek ugye kereszt szánt, ugye mondjuk X-tengelyt, mert rendkívül könnyű. És ugye egy baj van, hogy ugye erre fölcsavarozni magát a sínt, azt eléggé macerás lenne, de egyébként hozzáteszem, hogy azért azon gondolkoztam, hogyha egy ilyen profilt használok, és ezt megfelelően megfurkálom, mert ugye elég sok helyen lehet rögzíteni mondjuk egy ilyen lineáris sínt, akkor úgyis ugye hármas meneteket furkálok bele, lehet, hogy tehát finoman húzza meg az ember, akkor ugye megfelelő tartást fog adni, és egyébként nem kizárt, hogy kivitelezhető lenne ugye ezzel a megoldással is. És nagyon könnyű. Tehát könnyebb, mint a vészlott, és nagyon könnyű tengelyt lehetne belőle készíteni. Tehát egy ilyen méretű is, hát ezt most le kéne mérni, hogy hány gram, szó szerint. Tehát ez, most így nem akarok satszolgatni, de szerintem ilyen 10 dekától biztos, hogy nem több. Tehát 10, de szerintem még annyi sincs. Hát hülyeséget mondok, nem 10 deka, tehát ez ilyen 1 deka körül. Tehát ilyen 10 gram, 15 gram körül lehet. Tehát nagyon-nagyon könnyű, pillekönnyű ez az egész. Tehát ez ilyen nagyon könnyű alkatrész. Na, nem beszélek ennyit, rakom be, ugye ezt videózom, mert előre készítettem egy-két furatot, és akkor ezeket most én szerelem be, ezeket a profilokat, aztán rögzítem az elektronikát, hogy tudjam a vezetékelést folytatni.
fölkerült az elektronika magára a gépházra, illetve magára a gépfázra. Fölraktam a fedelét, bekapattam a csavarokat, de nem csavaroztam rá teljesen, mivel ezt még biztos, hogy le kell vennem. Egy az, amit már többször elmondtam, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy van olyan elkötés, amit én elkötöttem, de ha ilyen nincs is, akkor is le kell vennem, mert a firmware-ezést ugye csak belülről lehet, hiszen az SD kártya foglalata nincs az alaplapnak kivezetve, tehát ott kell beleraknom az SD kártyát. Nos, gyakorlatilag ugye ezt ugye, mint láttátok, ugye erre a két segédkeretre raktam föl, amit felszereltem rá, és ugye a gumitalpokon keresztül van lecsavarozva, ilyen hármas szegecsanyákon keresztül. Így egyébként ez a ház egy picit ilyen gumírozottan van, rugalmasan van rögzítve magához a gépfázhoz. Nincs túl sok jelentősége, de így rögzítettem. Nos, hogy állok, mi kell még ehhez a nyomtatóhoz? Ugye alapvetően kellene ide a négy sarokra négy darab talpat készíteni, amit már most nagyjából megnéztem, hogy milyen talpat készítek ide. Ez valami hasonló lesz, mint egyébként a Tronxi gépemben is van, hogy lehet leszállítani vele a magasságot. Hogy miért teszek én ide ilyen állítható magasságú talpat? Azért, mert azért egy ekkora nyomtatót meg főleg nem árt vízszintbe helyezni, illetve nem árt úgy kiszintezni. A Tronxit is úgy szoktam, hogy megnézem, hogy melyik lábon lehet húzni. Mert egyébként, ha nem támaszt talán minden négy sark, akkor egy vetemedés belejöhet a magába a gépfázba. Lehet akármennyire masszív maga a gépfáz, idővel egy ilyen vetemedés felléphet, hogyha nincs megfelelő mind a négy láb alátámasztva, úgyhogy ezt mindenféleképpen így fogom megcsinálni. Majd még kitalálom a módját, hogy hogy lehessen megcsinálni azt, hogy le is lehessen kontrázni ugye a lábakat, hogy ne tudjanak visszalazulni. De az lehet, hogy csak ilyen egyszerű módon lesz megcsinálva, hogy villáskulcsa meg lehet húzni, mikor a láb be van állítva. Tehát valami ilyesmi a goldás. No, egyébként, hogyha ezzel meg vagyok, tulajdonképpen a nyomtató már majdnem kész van teljesen így mechanikailag. Ugye, ami még hiányzik, az a kábelezés, legalábbis ugye az a kábelezés, hogy be kell kötni ugye a motorokat, illetve ugye itt hátul a sarokban van a csatlakozó ház, ugye a szallagkábel csatlakozó kivezetés, ugye sorkapocsal, onnan gyakorlatilag ugye itt erre a nagy széles 25-ös csatlakozóra kell nekem rákötni. A motorokat meg el kell kábelezni, illetve hát ugye nincsen még rajta a tárgyasztal. A tárgyasztal az itt van ugye a hátam mögött egyébként, az kész van, annak is a vezetékelését meg kell csinálni, be kell kötni itt a magába ebbe az energialázba, és tulajdonképpen ennyi, tehát ugye ezzel nincsen túl sok teendő már. Ezt meg kell csinálni, majd még itt meglátom ezt, hogy ez pontosan hogyan is fog kinézni, de igazából túl sok teendő már nincsen szerintem bele. No. És ennyi, és hogyha ezekkel meg vagyok, akkor utána már tényleg csak a firmware-ezés jöhet, illetve hát ugye még a kijelzőket nem raktam föl, ugye és azon mondom, hogy kijelzőket, mert nyilván elég lenne egy kijelző, ugye lesz egy ilyen, de mint mondtam, lesz egyenlőre átmeneti jelleggel valószínűleg, aztán lehet, hogy az átmeneti végleges lesz, nem tudom, egy ilyen TFT35-os kijelző lesz rajta, ő itt lesz ebbe a sarokba, ugye ide annyival eltoltam ezt, nem teljesen középen van, egy nagyon picit el van tolva erre balra, azért, hogy ez ide beférjen ez a kijelző, ugye itt lesz benne ez a kijelző, ez lesz az alap kijelzése. Ezt mondtam, hogyha a végső kialakításba klippen rákerül, akkor erre túl sok szükség nincsen. Annyi, hogy egy info kijelzőnek lehet, hogy jó, hogyha van rajta egy ilyen 128-64-es kijelző, de akkor lehet, hogy van ilyen kijelzőm, ez a RepRap Smart Discount kijelzőm, ilyen van, vagy 2-3, itt is van egy az asztalon egy ilyen, és mire gondolok. Ugye, mivel nincsen szükség arra, hogy az érintőképernyős legyen, csak valami kijelzés legyen, lehet, hogy ilyet ide berakok. Vannak egyébként a régi Tronxi kijelzőm is megvan, tehát ugye ezt meg tudom oldani, de lehet, hogy egy ilyet berakok ide, mert ez szinte egy az egybe ide bemegy ennek a helyére, mert ugye ez úgy van, ez a TFT35 kialakítva, tehát lehet, hogy a ház is jó ehhez a kijelzőhöz, tehát lehet, hogy majd egy ilyet berakok utána. Jó, ugye ez úgy fog kinézni, hogy ugye az ott lesz, a Raspberry Pi, meg a kijelző, az pedig itt lesz felül ebbe a sarokba. Ugye ezt én már felpróbáltam, már benne vannak a csavarok is egyébként. Ugye ez úgy lesz, hogy itt van bent, és akkor ugye ezt ki lehet így fordítani valamennyire, és akkor ezt így állva is lehet használni. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy a tálcát mennyire használom. Na most ugye picit takarásba lesz itt a másik kijelző, de igazából ez engem nem zavar, tehát mint mondtam, hogyha ez fölkerül rá a legvégső állapotba, akkor igazából az alsó kijelzőre már túl sok szükség nincs. Úgyhogy
itt tartok. Most én azt gondolom, hogy egy elég nagy lépést tettem megint ezzel a dologgal. Eltelt egy pár nap, szerintem egy hét is körülbelül ezzel, amíg ezzel most én így foglalatoskodtam. Ez elkészült, most már tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a nyomtató most már tényleg közel áll ahhoz, hogy meg ki lehessen próbálni, hogy fog működni. Aztán a későbbiekben, hogy erre a nyomtatóra mi fog még rákerülni, én megmondom őszintén, hogy túl sok mindent én nem tervezek rá. Tehát egyedül egy dolog van, lehet, hogy egy másik fajta szenzor lesz, egy tapintó szenzor rajta. Ez mostanában van ilyen induktív szenzor egyébként, de egy ilyen folyamatos szkennelés tesz lehetővé. És ilyen 5 mikronos pontosságú szenzornak mondják, és egy folyamatos tárgyasztal szkennelés tesz lehetővé. Azt igazából USB porton rá lehet kötni az Octopus alaplapra, tulajdonképpen ugye meg is van, hát remélem, hogy a hozban elegendő jelet tud adni ugye az USB, tehát nem túl hosszú az USB kábel fel a szenzorig, ugye ez majd kiderül. Nos, tehát ugye maximum ennyi. Én igazából nem nagyon szeretnék semmit erről, ezt elmondtam már többször nektek, ugye ez már egy több éves projekt ez a nyomtató, megmondom őszintén, nagyon sokáig az is felmerült, hogy nem is fejezem be ezt a gépet, de az az igazság, hogy alkatrészben nem érte volna meg eladni, mert időközben ugye ezeknek az alkatrészeknek az ára azért jelentősen lement, habár változott itt a forint árfolyam, de igazából ugye ebből a gépből milyen alkatrészt tudsz eladni. Most el tudtam adni a motorokat, az orsókat, a vázat igazából, vagy eladom így komplett az egész gépet, de megmondom őszintén, hogy a valós értékéhez meg a töredékét adnák érte egy ilyen félig befejezetlen gépnek. Manapság nem is nagyon jellemző szerintem ez, hogy valaki nagyon ebbe belefogna, úgyhogy akárhogy is számoltam, itt egy esély maradt, hogy ezt be kell fejezni ezt a nyomtatót, hogy működőképes legyen. És akkor tulajdonképpen tudom arra használni, amire eredetileg is terveztem. Úgyhogy akármennyire megmondom őszintén, nem volt kedvem hozzá ezzel foglalkozni már. Nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy én még egyszer nekiállok 3D nyomtatót építeni, vagy bármit csinálni. Nem látom egyszerűen, nem érzek rá semmilyen motivációt. Itt maximum 3D nyomtatós dolog olyan lesz, amit esetleg a Tronxikon módosítok, a Tronxi gépen, meg a másikon. De igazából nagyon nem akarok ezzel foglalkozni. Ha valaki nézi, követő a csatornámat, akkor azt is látja, hogy ugye elég régóta nem jelennek meg, ritkán jelenik meg 3D nyomtató tartalom. Ugye én azt annak idén elmondtam, hogy a 3D nyomtatós dolgokat én csak azért kezdtem el itt a csatornán csinálni, hogy a retro számítógépes tartalmokhoz én nekem meglegyen a háttér technológia, amit tudjak használni. Ez most már nekem megvan, rendelkezésre áll. Igazából nem hajszolom azt, hogy a világ legjobb 3D nyomtatásos minőségét érjem el, tehát nem fogok rákölteni százezreket, meg milliókat, hogy most olyan nüanszi dolgokra is tökéletes legyen. Megfelelő, én azt gondolom, a minőség nekem megfelel. Igazából amiket én magamnak építek, replikákat, ahhoz a minőség én nekem megfelel. Ha másnak ez nem felel meg, akkor azt mondom, keressenek más helyet, ahol ki tudják nyomtatni, és semmi probléma nincsen ebből. Én azt gondolom. Tehát én nem vagyok sem 3D-bér nyomtatós, sem ilyesmi, nem is szeretnék ezzel foglalkozni, megmondom őszintén. Vannak elegen szerintem, akik ezt csinálják. No, ennyit erről a kis nüansznyi dologról, szóval itt fogom folytatni. Most szerintem megtervezem ennek is ezt a tartókonzolt. Megmondom őszintén, hogy ezt a kijelzőházat sem én terveztem, hanem egyszerűen letöltöttem a Thingiverse-ről egy ilyen ingyenes változatot. Egyébként ahhoz van konzol, úgyhogy lehet, hogy majd megnézem, lehet, hogy jó is lesz hozzá. Úgyhogy még lehet, hogy az lesz hozzá letöltve, de ezeket a saroktalpakat mindenféleképpen meg kell terveznem. Úgyhogy ezt megtervezem, kinyomtatom, felszerelem, és elkezdjük a vezetékelését a nyomtatónak. Ugye a nyomtató vázra felszereltem most már ugye az elektronikát, ugye a kész elektronika föl van ide szerelve. Kialakítottam ugye a megfelelő tartószerkezetet hozzá. Közben ezután felraktam ide hátra egy ilyen 10x7-es aluprofilt. Ugye ez egy pálca itt gyakorlatilag hátul, hogy ennek az lesz a funkciója, hogy a kábelezést ugye ehhez lehet lesz kötegelni, mert egyébként itt csak lógna a kábel rész. Ugye ezt én nem nagyon fogom elrejtegetni így a kábeleket, tehát lehet lesz látni a kábelt,
Lehetne ugye csinálni ide például az elektronikánál egy ilyen teljesen ilyen záró fedelet, ami teljesen eltakarna ezeket a dolgokat. Nem kizárt, hogy majd esetleg ide hátra valamikor, lényegtelen, igazából nincs jelentősége, ez a működés nem befolyásolja. Ugye apróságok vannak, ilyen picikek is pöcköket készítek, amik ide bele tudnak menni egyébként a profilba, ugye így bele tud illeszkedni, hát ebben pont nem, mert az V-profil, de a Bosch profilba pont beleilleszkedik. És ugye ennek az a funkciója, hogy majd ez fogja tartani a kábelt, ugye ezeket is megterveztem, majd ezeket is nyomtatom. Most per pillanat még ennek a TFT kijelzőnek a tartó konzolját nyomtatom, lassacskán kész. Amit időközben elkészítettem, ugye a nyomtatónak a lábait, amiből egyet már összeszereltem, ugye így néz ki a nyomtató láb. Hát látjátok, nem egy kis darabról van szó, tehát ugye itt nem csak annyi, hogy egy gumilábot felcsavaroztam a gépházra, sok gép csak így van megcsinálva, vagy még ezt is lespórolják róla, de megmondom őszintén, hogy azért ez egy nagy probléma. Ugye itt alapvetően ez egy nem kis súlyú gép lesz, már most is elég nagy a súlya, főleg még, hogyha rám ugye tárca, meg egyéb dolog. Ugye minden ilyen gépvázat, nem csak 3D nyomtatót, legyen az egy CNC gép, esztergal, vagy bármilyen ilyen megmunkáló gép esetén, nagyon-nagyon fontos az, hogy ez megfelelően rögzítve legyen, illetve megfelelően ki legyen szintezve, vízszintbe álljon. Ugye alapvetően magának a vízszintezésnek is ugye az a jelentőség, hogy ugye a gép teljesen egyenletes súlyelosztással terhelje ugye a tartó szerkezetet, vagy a talajt, vagy magát azt az asztalt, ahová el van helyezve. De maga ez a dolog ugye azt is jelenti, hogy a gépváz, a gépház ne tudjon vetemedni. És most akármennyire furcsának is hangzik, erre lehetne látni fizikai kísérleteket is egyébként, hogy bizony akármennyire gondoljuk, hogy mennyire merev egy vázszerkezet, mennyire merev akár egy acéllap, egy több centiméter vastag acéllap, az is el tud deformálódni és az is el tud vetevedni meglepő módon. Akármennyire gondolja ezt az ember, hogy nem, idővel bizony-bizony meg tud vetemedni. Na most, ezen túlmenően, ugye magát a gépvázat, főleg egy ilyen nagy gépnél elég kicsi a valószínűsége, hogy olyan tökéletes sík terepre fogom tudni helyezni. Hát itt is ez a valószínűleg majd az asztalon lesz. Ugye ez azt is eredményezi, hogy a gépváz ugye billeghet. Na most ugye ez a 3D nyomtató, hogyha elkezd dolgozni, akkor bizony-bizony rezgések keletkeznek, mozog az egész nyomtató. Nem volna célszerű úgy hagyni, hogy billegni tudjon. Na most akkor lehetne az, hogy ki pócolom ugye a lábait, alá teszek valamit, vagy próbálom, de valljuk őszintén, hogy ez csak egy küszködés, ez egy kilódás lenne. Arról nem is beszélve, hogyha benne marad egy ilyen feszültség a vázba, hogy nincs megfelelően alátámasztva, akkor bizony idővel ez a váz engedni fog, és majd egy idő után azt fogja például, hogy most már nem billeg, igen ám, csak van egy csavarodás mondjuk az egész váztestben. Úgyhogy ezt elkerülendően célszerű olyan lábakkal ellátni a gépet, ami tud alkalmazkodni ehhez, vagy beállítható. Na most ugye én ezt a módszert választottam már a nagy Tronxi gépemnél is, habár pont ennél a kisebb gépnél még nem ez van, de ott is ez kellene. Így néz ki összeszerelve, ez egy ilyen állítható láb, ez ide fog felmenni egyébként, ha megnézitek ide a sarokra. Ez egybe a sarkat hasonlóan, mint itt felül védi is, tehát ezt az éles sarkot is ugye letakarja, ugye mert a sérülést tudna okozni, letakarja. Ez így alulról rámegy, rögzíteni lehet lesz itt a vászteshez. Azért ilyen masszív, mert ugye elég nagy súlyt kell neki tartani. És ugye van benne egy ilyen csavaros szerkezet, látjátok, egy ilyen kontraanyás megoldással, amivel bizony lehet állítani a lábnak ugye a magasságát. És ugye ezt be lehet állítani egy ilyen magassággal, a magasság után ezt le lehet kontrázni, tehát nem tud elállítódni. Van egy ilyen kis textiles megoldás rajta, amivel felfekszik majd a magára a asztalra, vagy a magára tartó részre. Úgyhogy most ezeket fogom összeszerelni, látjátok, itt ki van nyomtatva egy csomó minden. Tehát ugye így néz ki. Ez igazából egyébként, itt vásároltam egy pár darab 6-os csavart, ugye ilyen 6x M6x60-as csavarok kellettek hozzá, pár darab anya, és körülbelül ezzel kell nekem ezt így szépen összeszerelni. Ugye két balos, két jobbost kellett nyomtatni, mert ugye átlóba megy az egyik, meg másik átlóba megy a másik pár, úgyhogy most ezeket fogom szépen felszerelni. Picit rossz lesz felrakni a nútanyákat, mert bele kell lesz játszani először ide a helyére, és úgy fogom tudni csavarozni, de ez legyen a legkisebb probléma.
Hogyha ezzel meg vagyok, felszerelem ezt a kijelzőt is, tehát felrakom a gépházra a kijelzőt, és igazából ezek után, mert ténylegesen semmi más nem következik, mint a gépnek a bekábelezése. Elkészültem ugye a lábaknak a felhelyezésével, tehát most már minden négy láb rajta van. Tehát gyakorlatilag most már elmondhatjuk, hogy a gépen igazából nincs is semmi olyan dolog már, amit nagyon nyomtatni kellene. Tehát elméletileg a gép az így ebben a formájában mondjuk azt, hogy rendben van. Most jön a kábelezés, ugye elkezdtem bekábelezni magát a gépet. Ugye először a motorkábeleket szeretném ugye nagyjából lerendezni, illetve lejjebb kell engednem a tálcát, mert útban van itt a bekötő doboznál, úgyhogy egy kicsit lejjebb szeretném engedni. Na most, ugye a kábelekkel kapcsolatban viszont látjátok, itt van előttem ez a kis kütyű, ez lehet, hogy már valamelyik videóban benne volt, nem tudom. Ez ugye egy elosztó, ugye itt van ez a kis motortesterem, vagy motor meghajtó teszter kis áramkör, amivel a motorokat lehet mozgatni. És hát ugye ez gyakorlatilag ugye egy elosztót készítettem ide, amiben van négy motor driver, ugye azért, hogy a négy Z motor tudjam hajtani. Na de, van itt egy csomó motorkábel, és hát erről van is videóm, hogy ugye a motorkábeleknek a bekötés az nem biztos, hogy mindig teljesen rendben van, és itt is az történt, hogy ugye bizonyos motorkábelek nem egyeznek az adott motor bekötéséhez, tehát ezt mindenféleképpen egyeztetni kell. Azt ugye tudni kell, hogy a motoroknak, ezekben a motorokban ugye kettő darab tekercs van, két fázis tekercs van, ugye ez négy kivezetést jelent, és ugye ezeknek a tekercseknek a bekötési sorrendje nagyon-nagyon nem mindegy, mert nem egészen úgy fog viselkedni a motor, ahogy ezt mi szeretnénk. A motor drivereken ez a bekötés nagyon egyszerűen 1-2-3-4-es pont, és az 1 és 2 és a 3 és 4 között van az 1-1 fázisnak a tekercse, viszont a motoroknál ez különböző bekötések szoktak lenni. Mondom, erről van videóm, keressétek meg a videóim között, és ezt meg tudjátok találni. Ugye, mit itt célszerű ilyenkor csinálni? Nagyon egyszerű a dolog,
elővettem egy motort, egy olyan motort, amilyen van a nyomtatóba. Itt van, kerestem egy olyan motorkábelt, amivel ez a motor jól működik, ugye ezzel a kis teszterrel leteszteltem, megnéztem, szépen mindkét irányba megy. A forgás irány most minket igazából nem érdekel, mert azt majd a szoftverben megoldjuk, hogy ha nem jó a forgás irány. Viszont amire azért ügyelni kell, például ebben a nyomtatónál ugye 4 Z motor van, hogy hát egy irányba forogjanak már. Tehát ugye ne kelljen már az, hogy Z0-tól Z3-ig ugye különböző forgásirányok legyenek, hanem hogyha forgásirány van, akkor egy irányba forogjon az összes motor egyszerre, és akkor vagy invertálni kell a jelet neki, vagy nem, ez igazából már ilyen szempontból lényegtelen. Ugye XY-nál szintén célszerű azért ezt így megcsinálni, hogy ne kelljen ezzel sokat küzdeni. Nos, itt van egy ilyen kábel, és akkor ezen ugye le kellett ellenőrizni. Ugye a legegyszerűbb dolog az, hogyha ez esetben leellenőrizik a színkiosztást, és hogyha megvan ez a kábel, ami jól működik, akkor ugyanazt a színkiosztást kell igazából a kábeleken megcsinálni. És most el is kezdtem már, mert igen, nem volt jó, tehát nem működött, nem működtek jól a motorok, és nem is küzdöttem vele sokáig, ezeket a kábeleket kötöttem, és ugye igazából ugye annyi van, hogy ezen a fekete és a zöld vezetéket meg kell cserélni. Ugye ez a két fázisnak a kivezetése, tehát ez így pontosan nem jó tud működni. Nagyon egyszerű, egy snitzerrel szépen megemelem a kábelcsatlakozóba a tüskét, biztosító kis műanyag pöcköt. Ezt óvatosan kell csinálni, hogy ezt ne törd le, illetve ne nagyon hajtsd el. Mindjárt megmutatom a másikon közelről is. És akkor nemes egyszerűséggel átrakjuk a kábelt. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy a kábelt, amikor visszadugod, akkor ellenőrizd azt le, hogy maga a kábel biztosan bepattant a helyére, és nem fog tudni kicsúszni. Ugye? Ez a csatlakozó is megvan, ezt is rádugom ide a motorra. Ugye itt is becsatlakoztatom. És akkor a harmadik kábelnél is, így van, ugyanúgy meg kell cserélnem a feketét és a zöldet, és ezt már mutatom nektek közelről. Most nem tudom, mennyire lehetett látni a dolgot. Ugye késsel, késnek a hegyével, ugye azért, mert ez nagyon szépen vékony, óvatosan meg lehet emelni ezt a kis műanyag fület, ami biztosítja ugye a tüskét kihúzás ellen, és ki lehet húzni. Amire viszont nagyon figyeljetek oda, azt láthatnátok is, hogy mikor bepattan a helyére, akkor utána megmozgattam 3-4-szer, megpróbáltam, hogy nem csúszik-e véletlenül ki. Néha ilyenkor, ha nagyon fölhajtod ezt a műanyag pücköt, akkor elképzelhető, hogy meg kell kézzel vagy körömmel nyomkodni vissza. Ez nagyon fontos, ezt nézzétek meg, mert előfordulhat olyan, hogy kicsúszik, és akkor bedugod a dugót, akkor a tüske kitolja. És elképzelhető, hogy fog érintkezni valamennyire, úgy tűnik, hogy jó, és akkor menet közben majd lesz egy ilyen fázis kiesés, és az nem igazából tesz jót a nyomtató működésére, különösen nem úgy, hogy a nyomtatásod tönkre mehet egy ilyen miatt. Úgyhogy ez a kábel is elkészült, és akkor most megpróbáljuk magát a nyomtató tárcát leengedni. Hát nem lesz neki egyszerű, mert a tápegység eléggé túl lesz terhelve, ugye, de megpróbáljuk, reméljük, hogy sikerül leengedni magát a motorokat. Nézzük!
a baj, hogy a... Nem tudom a motorokat elindítani. Nem bírja ezt a... Nos, hát nem a legszerencsésebb ez a megoldás így egyébként, mert ez még egy-egy motorban áll, meg egy-egy motorrider-nél megy is, de most megszenvedtem vele, hogy mind a négy motor menjen rendesen egyszerre, most már működik. Régen nem is ment a mechanika, tehát még ez is lehet ilyen probléma egyébként, hogy meg volt a kávé egy picit esetleg a tengelyek, meg egyéb ilyen mechanika, most már működik szépen, aztán közben kiderült, hogy az egyik motorvezérlőn az egyik fázis forrasztás el volt repedve, és az úgy hol megállt a motor, az össze-vissza ment, és akkor ugye megfeszült a tárca egy irányba, és akkor ugye azért nem bírtak a motorok menni. Most látjátok, szépen engedem lefelé egyébként, nyomom a gombot, most működik maga ez a tárca vezérlés. Hát nyilvánvalóan itt, hogyha majd ezt rendesen vezérli a nyomtatónak az alaplapja, akkor ez nem így fog működni, meg ettől gyorsabban is kell neki működni. Maga alapvetően a tápegység is, hát ugye 18 voltról megy, igazából még az is fog ugye nagyobb feszültségről menni, mert ugye alapvetően majd ez 24 voltról fog működni, de most a lényeg az, hogy le tudjam engedni a tárcát, és ez most úgy néz ki, hogy működik, tehát szépen süllyed a tárca. Hát lassan-lassan megy, mert ugye most ezt nem tudom igazából olyan gyorsan vezérelni, inkább lassabban mozogjon, de biztosan. Ugye maga ez az egész 555-ös vezérlő nem ad valami szép jelet a motor drivereknek, úgyhogy ugye ez is közrejátszik ehhez ebben a dologban. De egyébként most nagyjából nézem, hogy mennyire tudom leengedni a tárcát. Ugye közben nézem itt a